Csénagy Zoltán nyugalmazott pedagógus, Bocskai kutató, szerdán Szerencs polgármesterétől és alpolgármesterétől a város elismerését vehette át. Mutatjuk az esemény részleteit. Zoli bácsi, köszönjük szépen, a jó Isten sokáig éltessen még. Szerencs város tiszteletbeli polgára címet vehetett át Csénagy Zoltán. Az augusztus 26-án tartott ünnepségen az erről szóló oklevelet Nyíri Tibor adta át, aki a következőképp méltatta a történészt. Zoli bácsi évtizedek óta a bocskai hagyományok kutatója és ápolója. Nem volt olyan városnapi ünnepség, hogy ő ne jelent volna meg, és ne tette volna tiszteletét, és ez erősítette a hajdú települések közötti kapcsolatot. A szerencsén a Bocskai Istvánt 1605. április 17 és 20-a között választották magyarországi fejedelemmé a rendek, és 20-a ezért április 20-a a város ünnepe, minden egyes éven állandó meghívója volt. Külön ki kell emelni a 400. évfordulón rendezett ünnepségsorozatot, ahol konferenciák, emlékülések voltak. Mint ahogy említettem itt a köszöntőben, mi a Bocskai gimnáziumból jöttünk, és a rendszerváltás után egy 45-50 perces hazafias tartalmú műsort adtunk a református templomba, ahol annak idején az országgyűlés magyarországi rendek fejedelemé választották Bocskai Istvánt. Ez gyakorlatilag az első évfolyamot minden éven elvittük, hogy érezzék át ennek az ünnepségnek a hatását, és Bocska Istvánnak az üzenetét. Én remélem, hogy hosszú évtizedeken keresztül ez átment a gyerekeknek. Zoli bácsi mindig egy bocskai ruhában, és hozott egy bocskai katona ruhába felöltözött kollégát is, aki nagyban emelte és emlékezetessé tette ezeket az ünnepségeket. Az év többi részén is tartottuk a kapcsolatot, és ahol voltak konferenciák, megemlékezések, ott kölcsönösen megjelentük és tiszteltük. Tehát a környék bocskai hagyományának az ápolásában és megerősítésében ő kovács szerepet, kulcs szerepet játszott, amit ezzel a elismeréssel szeretett volna a város megköszönni neki. Csénagy Zoltán meghatódva vette át az elismerést, ezt követően pedig ajándékot adott át a városvezetőknek. Mint ez az ünnepségen is elhangzott, alapító tagja és ügyvezető elnöke volt a hajdúszoboszlói körnek 1989-ben. Képviselőként két ciklusban sokat küzdött a hiteles hajdú hagyományok megismertetéséért. Munkássága példaértékű az egész Kárpát-medencében. Még mielőtt erről az elismerésről beszélnénk, amit néhány perc múlva fog megkapni, egy kicsit beszélgessünk az ön életéről, karrierjéről, pályájáról. Mikor indult mindez? Hát elég régen indult, meg kell mondanom. Én 49-ben kezdtem a tanítást. Majd iskolaigazgató lettem két év múlva, vidéken, Darvason. Onnan visszakerültem Szoboszlóra, egyes meg a kettes iskolába, akkor így mondtuk, és fiú meg leány, de utána városházára jöttem felügyelőnek. Előbb közművelődési felügyeletet láttam el, majd tanulmányi felügyelettem, és ezt a tanulmányi felügyeletet 30 évig itt a városházán végeztem a körzetbe. Valamennyi iskola hozzám tartozott, és ugyanakkor a város önkormányzatánál két évtized, illetve két ciklusban képviselő voltam, és a legfontosabb a jogi igazgatási bizottságnak az elnöke. Szép időszak volt az én számomra, és nagyon gondosan figyeltem a hajdú települések életét, és így elsősorban a szoboszlóit. A szoboszlói a többiekhez képest azért kiemelkedő, mert mindegyiknél jobban indult. És ezt én becsültem Bocska Istvánban, és életművét, tevékenységét, a bocskai szabadságharcot magaménak tartva kutattam, szerveztem,
és mindenhol Bocskai megjelent, megjelentünk mi is, és serkentettük a településeket a méltó megünneplésére a Bocskai szabadságharcnak. Szoboszlón nem volt szobra Bocskainak. Nem akartak pénzt adni már a század elején se, a 20. században, mert nem volt pénz, megcsináltatták a mintát, de hát abból nem lett gyakorlatilag semmi. Én felmentem Pestre a képző és iparművészeti lektorátushoz, és kértem őket, hogy tekintettel arra, hogy Szoboszló ilyen kiemelt város, már akkor fürdőváros volt, hogy méltó szobrot állítsunk Bocskainak. El is vállalták, ők is fizették, a város tudomásul vette, hogy így már hozzájutott egy Bocskai szoborhoz. És nagyon szép ünnepség keretében a mostani helyén avattuk fel a Bocskai szobrot, 73-ban. Azóta pedig hát mi voltunk a rendszerváltozás után a Hajdúszoboszlói kör tagjai, annak voltam ügyvezető elnöke. Az első ünnepet, a Szoboszló ünnepet, szeptember 2-át mi rendeztük meg. Számos magán és szövetkezeti kocsisorral vonultak fel a város neves emberei, azok, akik szerették Szoboszlót, akik ősiei Szoboszlóról gyökereztek, és nagyon sokan voltak, elsősorban Halasi Fekete Péter, de nagyon sok más később kiderült, mert nem tudtuk, mikor Bocskai letelepítette a hajdukat, csak 8 személyt nevezett meg. Halasi Fekete Pétert, meg a 7 kapitányát. És utána aztán végül a 1702-es népszámlálás idején kiderült, hogy kik a birtokosok, mert akik birtokosok voltak, Bocskaitól kapták a földet. Igaz, nem sokat települtek le a 700 ennyihány lovashajdúból, 296 telket osztottak szét, és akik oda estek, azok mind generációról generációra emlékeztek, mind manapság erre az eseményre. Én családilag feleségem tanítónő volt, és hát nagy szeretettel neveltük egyetlen gyermekünket, unokánkat, most már van 2 dédunokánk is. Az egy kedves feleségem súlyos beteg lett, magas vérnyomás okán, és 7 évig gondoztam ágyba fekvőként, de amellett végeztem a Bocskai Hagyományőrző Egyesület elnöki teendőt is. Nagy sikernek tartottam, hogy a Bocskai Szabadságharc álmos diószegi csatához vezető utat, amit felállítottunk emlékművet, azt 2013-ban megkezdve ezt a 2 kilométer útot Bocskai Szabadságharc útjának nevezték el Álmoson, és ide lehetett venni emlékfát. És az emlékfára rá lehetett vésni az illetékes nevét, aki 10 000 forintot ajánlott, mert annyiba került egy fa, és egy Bocskai Szabadságharcban, a győztes szabadságharcban kiemelkedő harcosnak a nevét egyszerre. Én magam is ezt tettem, úgyhogy Szoboszlóról 16-an jelentkeztek, 16-an vettek fát a 100-ból. Az ország különböző részeiről adták ezt össze, és ennek, nem csak ennek, már ugye végigjártam az egész Erdélyt. Át tudta adni Bocskai jelentőségét generációról generációra? Én magam mindenképpen azon törekedtem, sőt, jártam
Kolozsváron, a szülővárosában, mert ott született. Emléktáblát helyeztünk el, egy hatalmas nagy, kétméteres emléktáblát, az életét rajta. Ott voltam a Bocskai Emlékház, az Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem elnöksége vette birtokába a szülőházát. Megnyitóját Orbán Viktor és én csináltam. Akkor adtuk át az emléktáblát is, nagy ünnepség keretében. De ugyanígy csináltuk Nyárádszeredán, ahol először kiáltották ki Bocska István fejedelemnek, Medgyesen, ahol beiktatták a birtokába, ott is elhelyeztünk egy szép emléktáblát, mint Nyárádszeredán is, és mindenhol, ahol megjelentünk, egy-egy szobrot, Bocskai mellszobrot helyeztünk el. Itt Szoboszlón is a református templomkártya egy ilyen tábla van, emlékezve a Bocskai letelepítés szövegére. Hamarosan Szerencsváros tiszteletbeli polgára címet fogja megkapni, ez milyen érzés? Hát ez nagyon boldog érzés. Igaz, hogy ez második elismerése a személyemnek, a Szerencsről, mert 2005-ben 10 emléklapot szerkesztett Szerencs, és a legismertebb, legtöbbet tevő Bocskai ügyben kaptak, így akkor kaptam az elsőt én is, egyforma értékkel, mint a többié. Tehát 1-től 10-ig nem számított ki hanyadik. Most kapom tőlük a másodikat, mert az a helyzet, majd el fogom mondani, nem akarom most előre jelezni, milyen jelentősége van a Szerencsi Országgyűlésnek Bocskai István Magyarország fejedelmévé való megválasztásában. A Bocskai Hagyományoknak országos szintű egyesületének elnökeként a Bocskai Hagyományőrző köré invitált és integrált olyan neves személyiségeket az anyaországban és azon kívül is, akiknek munkássága a hagyományokhoz kötődik, köztük vezető lelkészeket, tanárokat, katonákat vagy állampolgárokat. Nagyon színes az ön élete, nagyon sok mindent tett már fiatal korától kezdve. Vannak tervei a jövőre nézve? Mindenképpen, hát most rövidesen megjelenik. Kuriózumképpen, mert ilyet sehol nem csináltak a hajdúvárosokban. Az első szoboszlói hajdúkapitány Halasi Fekete Péter volt. Megírtam az életrajzát. Most van a nyomda alatt. Körülbelül, nem tudom, a vírus tönkretette a munkát, ebből a szempontból kevés a munkaerő, és lassan dolgozik a nyomda, de ma, már áprilisban indult el az egész dolog, akkor adtam át az életanyagot, javítás, meg minden, úgy szeptember 15-e körül várható megjelenni. Benne lesznek mindazok a Halasi Fekete Péter leszármazottak, akik addig éltek, amíg befejezték mondjuk tavaly, vagy 20 esztendő, vagy 100 esztendővel ezelőtt, meg akik ma is élnek, és tudják magukról, hogy Halasi Fekete Péter rokonai. De nem csak Halasi Fekete Péter rokonságát írom meg, jelzem azokat a leszármazott hajdúkat is, akik 1702-ben kimutatásra került a népszámlálás alapján, hogy birtokosok. Aki birtokos volt, az letelepült hajdú is. Úgyhogy azt a 296-nak a leszármazottait ott meg lehet majd találni a könyvben.
Csínai Zoltánnak ezúton is gratulálunk. Csínai Zoltán hajdúszoboszlói lakos részére Szerencs tiszteletbeli polgára címet adományoz. Szerencs város értékeinek megőrzésében, hagyományainak továbbvitelében területén végzett kiemelkedő önkéntes társadalmi tevékenységért.